A mai üzenetnek az a címe, hogy kiválasztott. Jézus követem című sorozatnak ez már a harmadik epizódja. És fontos beszélni erről a témáról, mert ugyanúgy, ahogyan vannak emberek, és lehet, hogy te is voltál már ilyen helyzetben, akik depressziósak lesznek akkor, amikor nem találják az életüknek az értelmét hogy egyáltalán mit keresnek itt ezen a Föld nevű bolygón. Kevés nekik az, hogy élnek egyik napról a másikra, hogy vegetálgatnak, és amikor az ember nem találja az életének az értelmét, akkor, akkor, akkor minden, ami történik, értelmetlenné válik, és céltalanná válik, és nem jó ez az állapot. És ugyanilyen lesújtó a helyzet akkor, amikor, amikor úgy nem találjuk a hívő életünknek az értelmét. Amikor maximum az a cél lebeg a szemeink előtt, hogy valahogy túléljük ezt a 80-90 esztendőt, amit az Úr ad itt nekünk ebben a földi perspektívában, és uh, utána megyünk az örökkévalóságba, de túl sok értelme annak, hogy itt legyünk, uh, hogy gyülekezetbe járjunk, hogy imádkozzunk, hogy bármit tegyünk kereszténységnek a címszava alatt, annak túl sok értelme nincsen. És éppen ezért nagyon fontos, hogy tisztázzuk azokat a tényeket újból és újból, hogy miért követjük Jézust. És ezért kerül ma terítékre ez a cím, ez az üzenet, tehát aminek ez a címe, hogy kiválasztott. Hogyha eljátszunk ezzel a kis szóval, akkor úgy is adhatunk volna a címet ennek a mai üzenetnek, hogy kiválasztott hogy ki az, aki választott. Lesz egy alapigénk, amit szeretnék felolvasni nektek, a János evangéliumának a 15. fejezetéből, a 16. és a 17. verset, ahol ez a kérdés elég egyértelműen tisztázódik, hiszen Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy de nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és bíztalak meg benneteket. Hogy menjetek és teremjetek gyümölcsöt. Azt akarom, hogy maradandó gyümölcsöket teremjetek, és hogy az Atya adja meg nektek, amit csak kértek tőle a nevemben. Tehát ezt parancsolom nektek, Isteni szeretettel szeressétek egymást. Nagyon érdekes ez a kis idézet, amit fölolvastam, hiszen egy de szócskával kezdődik, és hogyha kicsit visszalapoztok a bibliátokban, és elolvassátok az előzményeket, akkor Jézus itt beszél a szőlőtőről, és a szőlőveszőkről, és azt mondja, hogy ti vagytok a szőlővesző, én a, szőlőve, én a szőlőtő, és maradjatok én bennem, és akkor sok gyümölcsöt fogtok teremni. És nagyon úgy tűnik itt a bevezetésben, hogy ezek szerint a gyümölcstermés és minden, amit ott Jézus felsorol, az elsősorban a mi felelősségünk, és rajtunk múlik. És ahogy a Bélára néztem, emlékszem, hogy egyszer a Lurdi házban beszélt erről, hogy mennyire fordítva ültünk sokáig ezen a lovon ugyanis ahogy föl is olvastuk, Jézus, amikor elmondja azt, hogy benne kell maradnunk, és ő a szőlőtő, és mi pedig a szőlő veszők, akkor egy de szóval folytatja, és fölhívja arra a tényre a figyelmet, hogy de fontos valamit tisztáznunk, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. Nagyon sokszor, amikor érjük a hívő életünket, akkor hitből teszünk lépéseket, és megyünk előre felé, és sokszor azt se tudjuk, hogy mi miért történik. Csak hitből kilépünk, mert érzünk egy inspirációt, érzünk egy hívást, érzünk egy késztetést, hogy bizonyos dolgokat meg kell tennünk. Sokszor alakul a sorsunk, magunk sem értjük, hogy miért és miért éppen úgy, ahogyan uh, uh, alakul, hogy miért történnek meg velünk olyan dolgok, amikre nem találjuk a magyarázatot. És nagyon-nagyon sokszor, amikor visszatekintünk az életünk egy-egy fázisára, akkor értjük meg igazán, hogy hol volt ebben az Istennek a terve. És nagyon fontos azt is tisztázni, bár lehet, hogy én is a keresztény életemnek nagyon sok időszakában, nagyon sok ideig a keresztény életemben úgy gondolkodtam, hogy hát én vagyok az, aki hoztam egy remek döntést, és kiválasztottam Jézus Krisztust nagy volt a választék, hogy kiből lehet választani, és nekem a választásom a názareti Jézus Krisztusra esett, mert voltak olyan evangélisták, akik úgy mutatták be őt, és úgy adták el nekem az ő személyét, úgy adták el nekem az evangéliumot, hogy meghoztam életem legjobb döntését, és Jézus Krisztust választottam. És ahogy telnek, múlnak az évek, most már évtizedek, egyre inkább rá kell döbbennem arra, hogy, hogy, nem én választottam Jézust, hanem hogy Jézus választott engem. És a mai üzenetnek az a célja, hogy te is hitre jussál abba, hogy Jézus téged választott. A BPA 12 éve van jelen a Youtube-on. Több mint 23 ezer feliratkozó. Havi 2 millió percet néz meg tőlünk. Most nekünk van nagy szükségünk. Rátok. Nagy fába vágtuk a fejszínket vettünk egy ingatlant, ami a kegyelemháza lesz. Még 40 millió forintra van szükségünk ahhoz, hogy birtokba tudjunk lépni. Ezért fordulunk most hozzá. Ha áldást vettél a kegyelem üzenetéből, és szeretnél részes társ lenni a munkában, akkor támogass minket. Mindenki fontos. Számítunk rád. Legyél részvényes a kegyelem hirdetésében. A videó alatti leírásban megtalálod a számla számot. Szükségünk, Szükségünk van a segítségedre! Ugyanúgy, ahogyan már sokat esett erről szó, keresztény családban fölnővén sokat nekem szegezték azt a kérdést, hogy elfogadta-e már Jézus Krisztus, mint személyes megváltódat, és... és tényleg szembesülnöm kellett az életem egy pontján azzal a tényjel, hogy önmagában a teológiai ismeretek nem segítenek engem, hanem rá kell döbbennem arra, föl kell ismernem arra, hogy Jézus Krisztus az én személyes megváltom. Van egy olyan pillanat az életünkben, amikor, amikor szembesülnünk kell azzal a tényjel, és el kell fogadnod azt a tényt, hogy Jézus téged választott. És most lehet, hogy furcsán nézel magadra, meg a szomszédodra, hogy hogy történhetett meg ez az óriási baklövés, hogy Jézus Krisztus pont téged választott, de szeretnélek téged megnyugtatni afelől, hogy ez nem a véletlenek sorozatos egybeesésének köszönhető, és Jézus pontosan tudta, hogy mit csinál, amikor téged választ. És az, hogy tisztában legyél ennek a választásnak a tényével, nagyon-nagyon fontos. A kiválasztottság tudat elképesztően tudja az embereket energizálni, jó és pozitív értelemben egyaránt. Ismerünk olyan nagyhatású embereket, akik azért voltak olyan nagyhatásúak az emberiség egész történelmére, mert hogy volt egy nagyon erőteljes kiválasztottság tudatuk. Ilyen volt például Hitler, vagy ilyen volt például Stalin. Meg voltak győződve arra, hogy ők egy konkrét célra ki vannak választva. Most szándékosan mondtam negatív példákat, aztán majd később felsorolunk néhány pozitív példát is a Szentírásból, de szeretném, hogyha tud, hogy tisztában kell lenned azzal, hogy Jézus Krisztus téged kiválasztott. És ezért én hiszem azt, hogy az a Szent Szeremnek az akarata, hogy azzal a tudattal menjél ki, dagadó lélekkel, szellemmel ebből a teremből ma előtt, hogy, hogy tudod, hogy Isten téged választott, Timi, hogy ki vagy választva, hogy Misi, Marika, és lehetne sorolni Csabi, és a többiek. Tehát, hogy titeket, téged és engem Jézus Krisztus kiválasztott. Hogyha ezt az igét nézzük, akkor látjátok, van egy másik nagyon fontos momentum kiemelve belőle. Úgy olvastuk, azt mondja Jézus, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és bíztalak meg, bennetek. bíztalak meg benneteket. Ez a magyar szó, hogy megbízok valakit valamire, gyönyörű, mert benne van az a tény, hogy azt bízom meg valakivel, valakit valamivel, akiben bízok. És akkor, amikor Jézus Krisztus kiválasztott téged, ez azért történt, mert Jézus bízik benned. Mert Jézus Krisztus hisz benned. És tudja azt, hogy amire kilettél választva, azt a megbizatást te véghez is fogod vinni hogy az végbe fog menni az életedben. És ö, nem ö, random, nem ö, véletlenszerűen, nem esetlegesen ö, történt az, hogy Jézus rád mutatott, és azt mondta, hogy te kövess engem, hogy én téged választottalak, hanem amikor megszólított téged, és elhívott téged, akkor ez azért történt, mert hit benned, és bízott benned. És van egy jó hírem, hogy ö, ha Jézus hisz valakiben, vagy valamiben, bízik valakiben, vagy valamiben, az ő hite sohasem val kudarcot. Ezért szeretnélek is felszabadítani téged azol a nyomás alól, hogy az, hogy hogyan fog alakulni az életed, a sorsod, az a te hiteden múlik, ezért borzasztóan össze kell szedned magadat. Tudnod kell azt, hogy ez az egész ott eldőlt, amikor Jézus Krisztus meglátott téged már akkor, mikor nem is léteztél, és tudott rólad ahogy látta azt, hogy az édesanyád méhében formálódsz és alakulsz, és ő már akkor bízott, és akkor hitt benned. És mivel hitt benned, és bízott benned, ezért kiválasztott téged. Szeretnék tovább menni egy kicsit ebben az igében, és fölhívni a figyelmeteket még valamire. Így olvassuk, hogy nem ti választottatok engem, hanem én válogattalak kititeket, titeket, ahogy a Csia Lajos fordítja, és arra rendeltelek titeket, hogy, és aztán felsorol jó néhány dolgot. Nagyon tetszik nekem ez a szó, ahogyan a Csia Lajos lefordította a választást, azt mondja, hogy én válogattalak kititeket. Úgyhogy Szeretném bejelenteni, hogy a válogatott, igen, tegnap nyert kettő-egyre, de az igazi válogatott társaság az itt van most ebben a teremben, meg sok helyütt a világban. Egy nagy világválogatott, akit Jézus kiválogatott. És ez egy megtiszteltetés. Ez egy óriási dolog, hogy Jézus kiválogatott téged, és úgy folytatja, ugye, hogy és arra rendeltelek titeket. Ez a szó, hogy arra rendeltelek titeket, nagyon izgalmas. Beszél itt az előzményekben Jézus a szőlőtőről, és a szőlőtőkéről, a későbbiekben beszél a gyümölcstermésről, és hogyha már láttatok az életetekben kertet, vagy, kertészt, vagy kertészkedtetek valamikor is, akkor tudjátok, hogy a kertész az egy döntést, hogy mit hova fog ültetni, és hogy mit milyen célral ültet el. Van egy rendeltetése minden növénynek, minden, plán, minden palántának, minden virágnak, minden tőnek, minden magnak. És azt mondja az Ige, hogy Jézus nem egyszerűen kiválogatott bennünket, aztán akkor kivagyunk válogatva is jól van, hanem hogy rendelkezett felőlünk, tehát hozott egy döntést a sorsunkkal kapcsolatosan. Tehát elrendelt valamit felőlünk. Szeretném, hogyha ezt a szót egy picit jobban megvizsgálnánk. Ez a rendel szó azt jelenti, hogy elhelyez valahol, mint például egy növényt a kertben, egy fát valahova elültet egy kertész a kertben, elhelyez valahol, félretesz, Biztos, hogy voltál már te is úgy, hogy a fizetésedből, a jövedelmedből félretettél valamit valamilyen célra. És tudtad, hogy azt a pénzt arra szánod, hogy támogatod vele a közösségi teret, vagy nem tudom, veszel belőle magadnak karamellás, jégkrémet, vagy bármi egyéb célra, de egy konkrét célra elkülönítetted azt az összeget. És ugyanezt a szót használja itt Jézus, amikor azt mondja, hogy én választottalak a kititeket, és rendeltelek titeket Valamire. Tehát Jézus Krisztus, amikor kiválasztott téged, akkor elkülönített téged a saját céljaira. És mivel ő hozta meg ezt a döntést felőled, ezért biztos lehetsz abban, hogy amit ő eldöntött felőled, az meg is fog történni. Hogy az végbe fog menni. És lehet, hogy ez egy kicsit erős lesz a számotokra, de innentől kezdve ez nem rajtad múlik. Hogyha én elültetek egy egy barackfát, akkor onnantól kezdve, ha az el van ültetve, akkor rajtam fog múlni az, hogy fog-e rajta teremni barack vagy sem. Én fogom gondozni, én fogom ápolni, én fogok gondoskodni róla, és egyszerűen a tény, hogy elültettem, hogy egy célra rendeltem, az magával hozza az, hogy a rendeltetését be is fogja tölteni. Aztán ilyen jelentései vannak még ennek a szónak, hogy, hogy okoz, kelt, előidéz, befektet, elrendel, érvényesít. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy én választottalak ki téged, és rendeltelek el valamire, akkor ebbe benne van az, hogy én leszek az oka, hogy ez meg is fog történni. Én fogom ezt érvényesíteni. Én fogom ezt véghez vidni. Ez az én befektetésem. És lehet, hogy ismersz olyan embereket, akiknek borzasztó jó érzékük van arra, hogy mibe kell befektetni, és azt látod, hogy mindig sokszoros hasznot, profitot hoz a befektetésük. Aztán lehet, hogy ismersz olyan embereket is, akik mindig borzasztóan rossz befektetéseket eszközölnek, mindig jönnek óriási lelkesedéssel, hogy megtaláltam a tutit, az igazit. Gyere, tedd te is ide a pénzedet, és aztán eltelik néhány hónap, néhány év, és elbuknak mindent. Van egy jó hírem, hogy Jézus a legjobb befektető az egész univerzumban. És amikor ő kiválasztott téged, akkor meglátta benned a lehetőséget. Meglátta benned a fantáziát, és azt mondta, hogy ebbe az emberbe be fogok fektetni. Nézzük meg azt, hogy, hogy hogyan is történik ez, hogy Jézus kiválaszt bennünket, és akkor ebből a kiválasztásból tényleg ennyi minden következik? Hogy önmagában a kiválasztás tényének ilyen pozitív következményei vannak az életünkben. Bárhol máshol megerősíti ezt a szentírás. Szeretnék nektek mutatni egy ige szakaszt az epézusi levélből, amit Pál írt, az első fejezetnek a harmadik és a negyedik versét. Így szól, hogy áldott a mi úrunknak, a Krisztus Jézusnak, Istene és Atya, ki a Krisztusban, a mennyeiekben található, minden szellemi áldás, aki a Krisztusban, a mennyiekben található minden szellemi áldással megáldott minket, annak megfelelően, ahogy, vagyis az szerint, hogy a világ meghatározása, megalapozása előtt ő benne kiválogatott bennünket magának, hogy ő előtte szentek és kifogástalanok legyünk. Van ebben, a, ebben, a, ebben az igaz szakaszban egy csodálatos tény. Azt mondja Pál, hogy áldotta miunknak a Krisztus Jézusnak Istene és Atya, ki a Krisztusban a mennyeiekben található minden szellemi áldással megáldott minket. Mit olvasunk, hogy a mennyeiekben található minden szellemi áldással meg vagy áldva. Még egyszer mondom, tehát tudom, hogy nagyon nehéz elhinni, hogy a mennyeiekben található minden szellemi áldással meg vagy áldva. Tudtok erre egy álmet mondani? Ki az, aki el is hiszi? És mit mond az ige, hogy, hogy, hogyan, hogyan történt ez? Hogy indult ez, a, ez a mennyei, az összes mennyei áldással történő megáldás? Azt mondja, hogy annak megfelelően, vagyis az szerint, hogy a világ megalapozása előtt ő benne kiválogatott bennünket magának. Tehát figyelj, az, hogy Jézus kiválasztott téged, ez nem egy olyan elhanyagolható kis apró részlet. Az, hogy Jézus kiválasztott téged, ez egy olyan csomag, ami elképesztően sok dolgot tartalmaz. Akárhol is tart most az életed, tisztába kell lenned azzal, hogy a kiválasztásnak a tényének, kiválasztás tényének nagyon súlyos következményei vannak az életedben. A menny minden áldásával meg van áldva az életed. Kimerem jelenteni azt, hogy visszafordíthatatlanul hogy Jézus döntött, és ez a döntése ez nem változik napi szinten, vagy óráról órára, annak függvényében, hogy neked éppen hogy sikerülnek a dolgok, vagy hogy nem. Hogy éppen hogy hiszel, vagy hogy nem. Hogy éppen mennyit imádkoztál, vagy mennyit nem. Hogy éppen mennyit bőjtöltél, vagy mennyit nem. Hogy mennyiszer voltál Isten vagy mennyiszer nem. Egyszerűen Jézusnak a kiválasztása az, hogy kiválasztott téged, pályára állított. És amit Isten elgondolt felőled, azt végig is fogja csinálni. Úgy folytatja itt Pálapostól ebben az igében, hogy a mennyejekben található minden szellemi áldással megáldott minket annak megfelelően, ahogy a világ megállapítása, megalapítása előtt ő benne kiválogatott bennünket magának, és aztán úgy folytatja, hogy ő előtte szentek és kifogástalanok legyünk. És akkor, hogyha ez tényleg így van, hogy a kiválasztásnak ilyen gyümölcsei vannak az életünkben, akkor most néhányan magunkba nézünk, és magunkba fordulunk, és akkor azt mondjuk, hogy, hogy ezek szerint a bizonyíték én magam vagyok arra, hogy nem vagyok kiválasztva. Mert nem vagyok se szent, nem vagyok se kifogástalan. Hogyan van ez? Szeretnék nektek néhány példát említeni, a szentírásból, akiket Isten kiválasztott. Ilyen volt Mózes. Ismerjük Mózesnek a történetét, hogy a kiválasztottságának a ténye már akkor nyilvánvaló lesz, amikor a fáraónak a házába kerül és ott nevelkedik. Aztán történik egy súlyos baki az életében, hiszen megöl egy egyiptomit, és utána el kell menekülnie. És talán sejthetjük azt, hogy addig, amíg ott nevelkedett a fáraó házába, tisztában lehetett a kiválasztásának a tényével. Talán még büszke is volt erre, hogy neki megadatott ez a kegyelem, hogy, hogy, hogy Isten valami hatalmas feladatra készíti fel őt. Extra nevelést kapott belelátott az akkori kor vezetőinek az életébe, megtanulta a kormányzást, a birodalomigazgatásnak a, a, a szívében volt, és talán el is hitte magáról, hogy valami nagy célra választotta ki őt Isten, hiszen zsidó gyerekként egyedül neki meg, hogy ez hogy ott lehet. Van egy nagybátyám, aki 17 évesen, még a régi rendszerben diszidált az NSK-ba, a Németország nyugati felébe. Egy alkalommal a nagyszüleimmel kint volt egy európai körúton, és ő ezt már régóta fontolgatta, de a titkaiban nem avatott be senkit. És amikor már hazafelé jöttek, és Németországban, Megszállt a nő néhány nap erejéig, érezte egy éjszaka, hogy eljött a pillanat, és fölkapott egy kis szatyrot, kiosont a házból, lement az autópálya mellé, elkezdett stoppolni a szakadó esőben, és eldöntötte, hogy ő bizony itt marad. Egészen hajnalig stoppolt, amikor végre valaki fölvette, egy névjegykártyája volt, amit valamikor kapott egy nyugatnémet országban élő magyar hazánk fiától, és csak azt az egy címet tudta, hogy oda akar menni, és hosszú és kalandos volt az út, de végül elérkezett. A szülei másnap az én nagyszüleim arra ébredtek, hogy a gyerek sehol. Nem tudom, hányatoknak van 17 éves gyereke. El tudjátok képzelni, hogy mi mentek keresztül. Kerestették, újságkédetést adtak föl, minden megtörtént de nem akarta leleplezni a tartózkodási helyét az én nagybátyám, mert félő volt, hogy akkor a terve meghiúsul, és végül a szülőknek, a nagyszüleimnek mit volt mit tenni, hazajöttek Magyarországra nélküle. És akkor neki ott elindult az élete, és elkerült egy magyar gimnáziumba, egy egyházi gimnáziumba, ami akkor Magyarországon ugye egyáltalán nem létezett a régi rendszerben, és ebben a gimnáziumban más volt az elképzelés a magyarországi rendszerváltásról, mert ezeket a külföldre szakadt fiatalokat arra próbálták kiképezni, nevelni, tanítani, hogy majd ők legyenek Magyarországon a rendszerváltás előidézői, és éppen ezért a legjobb tanároktól tanultak, a legnagyobb, legszínvonalasabb képzésekben részesültek, nagyon keményen nevelték őket, és volt egy, egy küldetés, annak, ami történik velük. Aztán az más kérdés, hogy Magyarországon a rendszerváltás másképpen következett be. Kis túlzással mondhatnánk azt is, hogy mindenki jelmez cserélt, és aztán folytatódott ugyanazokkal a szereplőkkel szinte minden, mint azt megelőzően. De a lényeg az, hogy, hogy ő tisztában volt arra azzal, hogy mire akarják őt felkészíteni. És Mózes is valószínűleg így volt ezzel, hogy, hogy, hogy sejtette azt, hogy, hogy valami nagy terv van kibontakozóban. Egészen addig a pillanatig, amíg, amíg be, nem történt, be nem következett ez a tragédia, hogy agyon csapta az egyiptomit, utána elmenekült, és, és tulajdonképpen mújdokolt nagyon-nagyon sokáig, 40 éven keresztül a pusztában, közben megházasodott, kialakította a maga kis életét, a maga kis egzisztenciáját, a maga kis háztáiját, és úgy volt vele, hogy, hogy nekem ez a kiválasztás, ez éppen elég volt, hagyjuk ezt az egészet annyiban. És tartott ez egészen addig a pillanatig, amíg egyszer csak, ahogy legeltette a nyájat, nem látott meg egy égő csipkebokrot, és abból a csipkebokorból meg nem szólította őt maga az örökkévaló. És szembesítette őt azzal a tényen, hogy Mózes, te leszel az, aki ki fogod vezetni az én népemet Egyiptom földjéről, a rabszolgasságnak a házából. És Mózes nem értette egyet ezzel a döntéssel. Ő úgy volt vele, hogy uram, küldjél, akit akarsz, Válassz, akit akarsz. Egy kérésem van, ha lehet, akkor engem ne. Nem tudom, hogy tisztába vegye azzal, hogy ki vagyok én. Tisztába vagy azzal, hogy mit csináltam, hogy nekem milyen priuszom van ott. Tisztába vagy azzal, hogy egyébként nem tudok beszélni. Én nagyon sokszor mondtam az úrnak, bármilyen meglepő is ez, hogy, hogy miért hozol engem milyen kellemetlen helyzetbe, hogy prédikálnom kell, amikor pontosan tudod, hogy, hogy mit jelent ez a számomra mint hogyha fogalmazás gátlót szedtem volna egész héten. <laughs> Nehezemre esik a beszéd. És Mózes is úgy volt ezzel, hogy, hogy uram, válaszszámást. De Isten tudta, hogy miért, miért dönt Mózes mellett. És tudom, hogy tisztában vagy a saját hiányosságaiddal. Tisztában vagy a saját kudarcaiddal de tudd meg, hogy akkor is Isten téged választott. És ő tudja, hogy miért választott téged. Úgy tűnik, hogy Mózesnek nem annyira sikeres azért a pályafutása, hiszen kihozza Izrael népét az ígéretnek a földjéről, de végül nem ő az, aki bevezeti őket. Messziről látja, de be nem mehet. És mondhatnánk azt, hogy, hogy hát azért mégiscsak valami kis hiba csúszott abba a döntésbe Isten részéről, hogy éppen mózes választotta. De nézzétek meg, hogy, hogy Isten kalkulált ezzel. Isten tudta, hogy ez így fog történni. Ma, ha föllapozod a Bibliádat, legalábbis itt ebben a nyugat-európai, kelet-európai, kelet-közép-európai kereszény valóságban, ha föllapozod a Bibliádat, az első öt könyvnél azt fogod találni, hogy Mózes könyve. Aztán, amikor Jézus ott van a Megdicsőülés hegyén, a három tanítványjal, mit látnak szemeink, ki az, aki csatlakozik hozzájuk, ki az, aki Jézus bátorítja és erősítgeti, Illés és Mózes. És van egy jó hírem, hogy az, hogy Isten kiválasztott téged, ez nem csak a földi perspektíváról szól. Mózes miután ott volt az Úrnál, volt dolga, volt feladata, volt küldetése. És nekünk is egy csodálatos, örökké való perspektíva az, hogy Jézus kiválasztott bennünket. Aztán gondoljatok Dávidnak a személyére. Hát Dávid az Isten szíve szerint való férfi volt. És mégis történt egy óriási malőr az életében. És mindez nem változtatta meg Jézusnak, nem változtatta, nem változtatta meg az atyának a döntését. Nem változtatta meg azt a tényt, hogy Jézus Krisztus, amikor bevonul, akkor úgy ünneplik őt, hogy hozsánna a Dávid fiának. És lehet, hogy történtek nagyon súlyos dolgok az életedben. És nézd meg, Dávidot már azelőtt kiválasztotta az Úr, hogy ezek a nem kívánatos dolgok bekövetkeztek. De az, hogy Jézus kiválasztott téged, ez nem visszavonható. És ő nem mondta ezt vissza. És végig fogja csinálni azt, amire ő rendelt téged. Aztán ott van Jézusnak a példája. Hát Jézusról a szakembereknek nem volt túl jó véleménye egyrészt Galileából, Názáretből érkezett, és mondták is sokan, hogy származhat-e valami jó Názáretből. Sokan azt feltételezték róla, hogy egy zabi gyerek, hogy egy törvénytelen kapcsolatból született. Azt mondja róla egyenesen, már az Ószövetség és Péter ezt megerősíti, amikor a kiválasztásról beszél a levelében, hogy az a kő, amit Isten kiválasztott, azt a követ az építők, a szakemberek, a mesteremberek, akik igazán értenek hozzá, félredobták, és azt mondták, hogy ez nem lesz jó semmire. De azt mondja, hogy az a kő, amit az építők félre dobtak, félre raktak, elhajítottak, mégis az lesz a szegletkő. És lehet, hogy te is már nagyon sokat szembesültél azzal, hogy másoknak mi a véleménye rólad, lehet, hogy magadat is alkalmatlannak tartod, a többiek is alkalmatlannak tartanak téged, de mégis azzal szeretnélek biztatni téged, hogy amikor kilettél választva, akkor megszületett a döntés felőled, hogy Istennek a terve akkor is végbe fog menni az életedbe, meg fog valósulni. Aztán ott van Pál, Saul aki látszólag nem a kereszténység egyik főfő -fő apostolának tűnik, akkor, amikor üldözi a keresztényeket, megöleti őket, amikor István vértanúnak a kövezése az ő nevéhez fűződik, amikor bosszútól lihegve rohan Damaszkuszba, hogy elfogja a keresztényeket és börtönbe zárassa őket, és mégis szembesül azzal a tényjel, hogy, hogy Jézus őt választotta. És ezt a választást még Anániás sem érti, aki ott van Damaszkuszban, és oda küldi hozzá Pálhoz őt a Szent Szellem, hogy menj oda ehhez az emberhez. És akkor, amikor, amikor Anániás vitába száll a Szent Szellemmel, és tudjátok, mi is nagyon sokszor vitatkozunk a Szent Szellemmel, mert látod, hogy az Úr valakit kiválasztott valamire. És úgy berzenkedünk, hogy Uram, hát pont őt, Hát tisztában vagy azzal, hogy ez az ember kicsoda? Tudod, hogy mi a múltja? Tudod, hogy milyen a jelleme? És ugyanígy vitatkozik Kanániás a Szent Szellemmel, és azt mondja, hogy Uram, hát, hát ő üldözi a keresztényeket, nem tudtad? És az a válasza a Szent Szellemnek, hogy, hogy választott edényem ő nekem. Hogy én kiválasztottam, kiválasztottam őt. És akkor, amikor Pál fölismeri ezeket a tényeket az életében, ez az iges szakasz nem lesz kivetítve. Azt olvassuk itt az Efézusi Levélnek a folytatásában, hogy így folytatja Pál, hogy szeretetből indítatva azonban már eleve külön választott minket a maga számára, a Krisztus Jézuson keresztül, a végre, hogy fiaivá tegyen, ahogyan ezt akarata is helyeselte tette ezt kegyelmének magasztalására, melyel bennünket abban a szerelmesben megajándékozott. Ebben a szerelmesben lett ugyanis miénk a váltság, és engedte el az eleséseket az ő vérén keresztül kegyelmének gazdag voltához mérten, mely kegyelmet mindenféle bölcsességben és eszünk járásának igazgatásában nagy bőséggel öntött ki ránk, miután titkos akaratát velünk megismertette. Nagyon szép ez a fordítás, mindegyik szóról lehetne órákig beszélni, de, de tudnod kell, hogy az életed arról szól, hogy az Isten kegyelmének a magasztalásáról szóljon. Nem arról fog szólni az életed, hogy, 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 hogy teli leszel aggatva mindenféle kitüntetésekkel, nem a te érdemeidről fog szólni, hanem az Isten kegyelmének a magasztalásáról szól az életed. És még azok a dolgok is, amik úgy vanulnak be a köztudatba, hogy mekkora kudarcot vallottál, hogy akkorát estél, mint az ólajtó, még ezek is arról fognak szólni, hogy az Isten kegyelmének a magasztalására lesznek. Mert ezeken keresztül is az Úr azt fogja bizonyítani, hogy lehet, hogy ez történt veled, de mivel én kiválasztottalak téged, az én tervem nem hiúsul meg és szeretnélek biztatni azzal, hogy, 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 bármilyen elesés is következett be az életedbe. Lehet, hogy te már lemondtál magadról, és lehet, hogy a többiek is lemondtak rólad, de amit Isten elhatározott felőled, az akkor is végbe fog menni. És nem fog Isten félretenni. Ő már félretett a maga számára. És nem fogja azt mondani, hogy ez egy rossz befektetés volt. Mentsük ki még, ami kimenthető, gyorsan, hanem tudjátok, vannak olyan időszakok, amikor valaki befektet valahova, amikor, amikor a befektetés éppen a nullához közelít, vagy teljes vesztességbe megy át. És vannak olyanok, ugye megfigyelhető ez, akik ilyenkor pánikolnak, és akkor rohan mindenki próbálja visszavásárolni, amit még vissza lehet, próbálja menteni még, ami menthető, és vannak olyanok, akik tudják, hogy miért döntöttek, és kitartanak ezekben a nehéz időszakokban is. És tudják, hogy eljön majd az a, az idő, amikor nyilvánvaló lesz, hogy miért hozták meg azt a döntést. És lehet, hogy te most még nem látod, hogy, hogy Jézus miért hozott döntést felőled, és hogy miért választott ki, és hogy mire választott ki, de el fog jönni, hidd el az a pillanat, amikor majd azt fogja mondani neked is Jézus, ahogy ott áll, és majd, ahogy szoktuk énekelni, hogy látom magam előtt, hogy átölel, hogy a vállára teszi a kezemet, majd odaáll melléd, és a válladra teszi a kezét, és azt mondta, hogy azt fogja mondani, hogy na ezért választottalak téged. Ez volt a tervem. Úgyhogy az a kérésem, hogy addig, amíg Jézus nem pánikol, addig te se pánikoljál, hanem bízzál benne, hogy nem véletlenül választott ki téged. Na, visszakanyarodva a fő igénykre, csak néhány dolgot szeretnék megemlíteni, hogy mik azok a dolgok, amikre Jézus kiválasztott bennünket. Azt olvassuk, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én válogattalak ki, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek. Az, hogy Jézus kiválasztott téged, hogy kiválogatott téged, ezzel... Érzs jól, de nem egy wellness beutalót adott át a számodra, hanem egyszerűen az, hogy ki vagy válaszva, ez energizálni fog téged. És olyan dolgokat fogsz tenni, olyan dolgokat fogsz véghez amit nem is gondoltál és nem is képzeltél. Amikor Pétert kiválasztja Jézus, ő halász, és azt mondja neki Jézus, hogy, hogy te embereket fogsz halászni, és akkor Jézusnak még fogalma sincs, hogy mi minden fog rajta keresztül megtörténni. Akkor még nem tudja, hogy, hogy betegeket fog gyógyítani. Akkor még nem tudja, hogy ördögöket fog űzni. Akkor még nem tudja, hogy halottakat fog föltámasztani. Akkor még nem tudja, hogy lesz majd egy olyan időszak az életében, hogy végigmegy Jeruzsálem utcáin, és kihozzák a betegeket, hogy Péter árnyéka rájuk essen, és hogy attól meggyógyuljanak. És ugyanúgy arra kérlek téged, hogy ne akard limitálni azt az elmédben sem, hogy mire vagy kiválasztva. Mert azt mondja az Ige, hogy amit a szem nem látott, a fül nem hallott, és amit az embernek a szíve el se tudott képzelni, olyan dolgokat készített Isten az őt szeretőknek. Szóval olyan dolgokra vagyunk kiválasztva, amik energizálnak bennünk. Azt mondja bennünket, azt mondja, tehát Jézus, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én válogattalak ki, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek. Aztán a következő, nem ti választottatok ki engem, hanem én válogattalak ki, és arra rendeltelek, hogy gyümölcsöt teremjetek. Hányszor hallottad már azt, hogy most már szeretnénk azért látni valamilyen gyümölcsöt az életedben? Hol vannak a gyümölcsök? és hányszor próbáltad meg kiizzadni magadból a gyümölcsöket. De tudod, akkor, amikor a keresztények megpróbálják ezt maguktól megoldani, akkor ilyen borzasztó, szintetikus gyümölcsök fognak születni, ami lehet, hogy még látszatra hasonlít is az igazihoz, és még lehet, hogy első harapásra úgy is érzed, minthogyha igazi lenne, csak aztán jönnek a mellékhatások, amiről Józsi bácsi beszélt és akkor érzed azt, hogy csak forog a gyomrod, érzed azt, hogy rossz a közérzeted, hogy legyengül az immunrendszered, és lebetegedsz tőle. Azt mondja Jézus, hogy az, hogy én kiválasztottalak, ez fogja garantálni azt, hogy te gyümölcsöket fogsz teremni. Tehát ez egy elrendel dolog, hogy gyümölcsöket fogsz teremni. Ezt Isten eldöntötte. Ő erre rendelt téged, és ezek a gyümölcsök meg fognak teremni az életedben. Aztán még fokozza ugye a nemzetközi hangulatot itt Jézus, mert azt mondja, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én válogattalak ki, és arra rendeltelek titeket, hogy a gyümölcsötök pedig megmaradjon. Az, hogy eljössz egy Isten tiszteletre, ez idézhet elő pillanatnyi hatásokat az életedben. Átmenetileg megnyugtathat átmenetileg leveheti a tekintetedet a problémáidról, átmenetileg hozhat egy megkönnyebbülést, kezelheti a tüneteket. És a világ teli van ilyen megoldásokkal. De Jézusnak van egy ígérete. Azt mondja, hogy az, hogy kiválasztottalak téged, ennek az lesz a következménye, hogy maradandó gyümölcsök fognak születni az életedben. Hogy nem csak jó korszakok, időszakok lesznek a, sorsodban, amikor éppen jól sikerültek a dolgok. Hanem átmész egy olyan alakuláson, egy olyan formálódáson, amit Pál úgy fogalmaz meg, hogy ez tart egészen addig, amíg egészen ki nem ábrázolodik benned a názareti Jézus Krisztus, aki benned él. És amikor egészen nyilvánvalóvá nem lesz, hogy Jézus Krisztus mindig is ott volt benned, és az ő jelleme, az ő szeretete, az ő kedvessége, az ő ereje, az ő hatalma fog megjelenni az életedben. Aztán van még egy ígéret, ami nem is ígéret, hanem egy következmény. Ez nagyon izgalmas. Azt mondja Jézus, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én válogattalak ki, és arra rendeltelek titeket, hogy bármire is kéritek az atyát, az én nevemben megadja nektek. Most figyeljél ide, András. Arra rendelt ki téged az Úr, és mindenkit, akit az Úr kiválasztott, aki meg van győződve ebben a tényben, hogy az imáid meg legyenek hallgatva. Tehát nézzétek, mit mond az ige. Arra rendeltelek titeket, hogy bármit bármitire, bármire is kéritek az atyát az én nevembe, az megadja nektek. Hány eh, eh, évünk telt el úgy a kereszténységünk során, hogy próbáltuk magunkat föltrenírozni arra a szintre, eh, hogy az Isten szóba álljon velünk, és hogy meghallgassa az imáinkat. Hogy együttműködjön velünk. És azt mondja eh, az ige, hogy arra lettél kiválasztva. Arra lettél rendelve. Isten így döntött felőled, hogy az imáidat az atya meghallgassa. Nem kell aggódnod afelől, hogy most meghallgatja-e vagy nem. Hogy használja az imáidat vagy nem. Arra lettél rendelve, hogy az atya meghallgassa az imáidat. És aztán úgy folytatja itt Jézus, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én válogattalak ki, és arra rendeltelek titeket, hogy, és utána pedig úgy folytatja, hogy ezeket parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ez a szó, hogy ezeket parancsolom nektek, szintén nagyon érdekes. Ugye felsoroltunk négy dolgot. Először is arra lettél elrendelve, hogy elmenjél, hogy cselekedj valamit, hogy, hogy Isten tervét, amit elhatározott felüled az életedben. Arra lettél rendelve, hogy gyümölcsöt teremjél. Arra lettél rendelve, hogy maradandó gyümölcsök teremjenek az életedben, és arra lettél rendelve, hogy az imádat az atya meghallgassa. És utána azt mondja Jézus, hogy ezeket parancsoltam nektek. És ez a parancs, ahogy látjátok is, ez a szó, ez azt jelenti, hogy ezeket elrendeltem. Ezeket végrehajtom. Egyszerűen akkor, amikor Jézus parancsol, akkor egy valamiben biztos lehetsz, hogy amit ő parancsol, az meg fog történni. Látunk nagyon sok példát erről csak az evangéliumokban, amikor Jézus berobban a köztudatba, és kiűzi a démonokat, akkor azt mondják az emberek, hogy ki ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek. Most figyelj, hogyha Jézusnak a tisztátalan lelkek engedtek, Hogyha Jézus azt parancsolta, hogy gyümölcsöt teremj. Azt parancsolta, hogy maradandó legyen a gyümölcsöd. Azt parancsolta, hogy elindulj. Azt parancsolta, hogy az imáid meg legyenek hallgattatva, akkor szerinted ez nem fog végbe menni. Azt olvassuk, hogy egy másik helyen, hogy amikor Péter kimegy halászni, úgyhogy egész éjszaka nem fogott semmit, akkor Jézus mondja, hogy vesétek ki a hárót a másik oldalon és Péter kicsit vitatkozik, aztán azt mondja, hogy jó, de a te parancsolatodra levetem a hálót. És mi történik? Megtelik a csónak halakkal. A háló teli van, szakadásig. Aztán akkor, amikor Jézus ott alszik teljesen békésen és zavartalanul a hajó gyomrában, miközben vihar dúl a tengeren, akkor a tanítványok kétségbe esnek, Jézust, és Jézus parancsol a viharnak, és azt mondják a tanítványok erre, hogy ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és azok engednek neki. Szóval tudnod kell azt, hogy amikor Jézus parancsol, akkor az meg lesz. Az a szó, amit itt használ a Biblia, ez egytől fakad arról a szó, azzal a szóval, amikor Jézus bejelenti a kereszten azt, hogy elvégeztetett. És ezért tudnod kell, hogy a te gyümölcs termésed, hogy maradandó gyümölcsöket fogsz teremni, ez egy elvégzett tény. Az, hogy az imáid meghallgattatnak, az egy elvégzett tény. Az, hogy elmész és végez viszed Istennek a tervét, megvalósul Istennek a terve az életedben, az egy elvégzett tény. Úgy fejezi be Jézus ezt a gondolatmenetet, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én válogattalak ki, és arra rendeltelek titeket, hogy ezeket parancsolom nektek, hogy Isteni szeretettel szeressétek egymást. Mindennek az egésznek a célja az az, hogy ez az Isteni szeretet, ez megjelenjen az életünkben. És hogyha nagyon egyszerűen akarod megtalálni a választ arra, hogy mire rendelt téged Isten, akkor arra lettél rendeltetve, hogy Isteni szeretettel szeressél. És ez nem egy könnyű történet. Tamás sokat beszélt arról már, hogy a szeretetnek vannak különböző szintjei. És van az a természetes szint, amiben mindannyian nagyon jók vagyunk, és így van az egész társadalom berendezkedve, hogy jóval fizetünk a jóért, és rosszal füzetünk a rosszért. De van egy természetfeletti szint, amikor jóval fizetsz a rosszért. És az a jó hírem van, hogy ezt nem kell megcsinálnod. Mert az, hogy így tudsz szeretni, és így fog szeretni, ez egy elvégzett tény. Jézus beszél arról, hogy hogyan valósul ez meg, hogy hogyan valósítja meg. Azt olvassuk a János 12-ben, hogy Jézus így válaszolt nekik, eljött az idő, hogy az emberfia megdicsőjön. Igazán mondom nektek, a búzaszemet el kell vetni a földbe, hogy ott elhaljon. Aztán majd felnő, és sok újabb búzaszemet terem. De ha nem hal el, akkor csak egy maga marad. Jézus bemutatta ennek az isteni szeretetnek a maximumát, akkor, amikor ő, amikor ő mindent bevállalt, és mindent beáldozott azért, hogy megmentsen bennünket. És ez egy mag volt. A mag egy borzasztóan érdekes dolog, felfoghatatlan szinte a számunkra. Nem tudom, mennyire látjátok ezt a magot itt a kezemben. Ez egy pici mag. Ugye szemmel alig látható, én még csak-csak látom, ti már kevésbé. Ez a mag, elárulom nektek a titkot, ez egy alma, egy almának a magja. És ebben a magban benne van minden információ. Ahhoz, hogy a víznek, a földnek, az oxigénnek a hatására elinduljon egy folyamat, hogy növekedjen belőle egy fa, és aztán, hogy abból egy ilyen gyönyörű gyümölcs teremjen. És ez a mag a te életedben a Názareti Jézus Krisztus. És minden olyan dolog, ami ott van a Názareti Jézus Krisztusban, ott van benned. És ez a maga garancia arra, hogy ahogyan Jézus szeretett, te is úgy fogsz szeretni. Hogy Istennek a célja megvalósul az életedben. Akkor, amikor, amikor Jézus kiválasztott téged, amikor megszólított téged, akkor ezt a magot belehelyezte a szívedbe. Rendelkezett felőled. És azt mondta, hogy András, Béla, Ervin, Pepsi, Viki, Szilárd, Orsi, mindenki más, aki itt vagytok hogy, hogy ezt az embert választom ki arra, hogy ezt a magot elhelyezzem benne. És ez a mag, ez a názereti Jézus Krisztus a garancia arra, hogy a gyümölcsök meg fognak teremni. És egészen biztos lehetsz abba, hogyha Jézus lett elvetve az életedbe, akkor egész biztos, hogyha az alma mag lett elvetve az életedbe, hogy abból alma fog teremni. És semmi más. Szeretnék nektek végezetül három rövid példát említeni. A Máté 20-ban, a 20. verstől olvasunk egy érdekes párbeszédet. Nagyon sokszor az egész kereszténységünk az úgy rendezkedik be, hogy szeretnénk eredményesek lenni, szeretnénk gyümölcsöket teremni, szeretnénk maradandó gyümölcsöket teremni. Kereszténységen belül, különösen amióta a kereszténység borzasztóan szimpadiassá vált, Eh, nagy kísértés az, hogy keresztényként az ember valamilyen karriert befusson hogy eljusson a WC pucolástól az apostolságig, vagy ki tudja, hogy milyen fantasztikus pályákat fest még elénk az a tény, hogy csatlakozunk egy keresztény közösséghez, egy keresztény gyülekezethez. És szeretnénk sikeresek lenni, szeretnénk eredményesek lenni, szeretnénk minél nagyobb dicsőséget szerezni. Valahogy ott van bennünk, valahogy belénk van ez kódolva, én nem tudom, hogy miért, ez a vágy. Hogy szeretnénk érvényesülni, hogy szeretnénk valakikké válni. A jó hír az, hogy már attól a pillanattól kezdve, hogy megszülettél vagy valaki. De mégis ott van bennünk, hogy, hogy ez valahogy mindenki számára nyilvánvaló legyen. Hogy nagy prédikátorok legyünk, hogy nagy csodákat vigyünk véghez, hogy nagy dicsőségünk legyen. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Jézus Krisztus akkor aratta le a nagyobb, legnagyobb dicsőséget, amikor a kereszten meghalt. És ő tudta, hogy ez lesz a megdicsőülésének a pillanata. És ezzel a kísértéssel, ezzel a vágyal a szívükbe éltek egyébként Jézusnak a kiválasztottai. Tehát az, hogy magadon tetted éred, magadban tetted, tetten éred ezt a, ezt a vágyat, ez nem azt jelenti, hogy Jézus nem választott ki téged. Tehát azt olvassuk a Máté 20-ban, hogy odalépett Jézushoz Zebedeus fiainak az anyja, a fiajóval együtt és a lábához borult, hogy valamit kérjen tőle. Mit akarsz? kérdezte őt az úr, és az így felelt neki. Mond ki, hogy két fiam jobb és bal kezet felül üljön a királyságodban. Vannak olyan keresztény gyülekezetek, ahol az a hagyomány, ez főleg az Egyesült Államokban van, hogy a vezetők a színpadon ülnek. Voltatok már ilyen istentiszteleten? Vannak olyan hát amerikai franchise-ok, -ok, akik ezt igyekeztek Magyarországon is meghonosítani, de nagyon sok amerikai vagy akár mexikai istentiszteletnek a közvetítését, hogyha végignézed, akkor látod, hogy a vezetők ott ülnek fönt a színpadon, a többiek pedig lent, egy kiemelt pozíciójuk van. És Zebedeus piajának az anyukája, és ezt az egy apróságot szerette volna kérni Jézustól, hogy amikor majd eljön az ő királyságában, ott ülhessenek az ő gyerekei az ő jobb és bal keze felől. Jézus azonban ezt válaszolta neki: Nem tudjátok, hogy mit kértek? Tisztában vagy azzal, hogy aki itt előlül, odáig milyen út vezet? Tudod, hogy mit kérsz? Tudod, hogy mire vágysz? Tudod, hogy milyen fába vágtad a fejszédet? Azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Vajon képesek vagytok kínni azt a poharat, amelyet nekem kell kínnom? Vajon képes vagy kínni azt a poharat, amit Jézusnak ki kellett innia? És most fölteszem neked is ezt a kérdést, hogy képes vagy azt a poharat kínni, amit Jézusnak ki kellett innia? Úgy folytatja Jézus, hogy illetve először nem Jézus, hanem a a, a, János és a, a, Jakab, hogy képesek vagyunk, feleltek. Miről ő azt mondta nekik, a poharamból ugyan inni fogtok, de a jobb vagy bal való ülés nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Az a jó hírem van, hogy egyébként képes vagy kiinni. És aztán úgy folytatja Jézus, hogy mikor, vagy a történet, hogy mikor a tízeszt meghallotta, bosszankodott a két testvéren. Jézus azonban magához hívta őket, és ezt mondta, Tudjátok, hogy a nemzeteket fejedelmeik uralmuk alá hajtják, és nagyjaik hatalmukba kerítik őket. Köztetek nem így van, hanem aki közületek nagy akar lenni, kiszolgálja majd a többit, és aki közöttetek első akar lenni, rabszolgátok lesz. Mint ahogy az embernek fia sem azért jött, hogy kiszolgálják, hanem hogy ő szolgáljon másokat, és hogy a lelkét sokakért odaadja váltságul beleszülettél te is az Isten országába, és egy hatalmas karrier lehetőség van előtted, hogy ihatsz abból a pohárból, amiből Jézus ivott, hogy végigcsinálhatod te is, hogy az életed tanúskodhat az Isteni szeretetről, hiszen mire rendelt téged az Úr? Arra, hogy Isteni szeretettel szeres. Erre választott ki téged. Erre választotta ki Jakabot, erre választotta ki Jánost. És ö, eltelik tíz év, Jézus kereszt halála után, és Jakab az első apostol, akit lefejeznek, akit kivégeznek. Ez az a pillanat, amikor úgy igazán felerősödik az üldözés egész Jeruzsálemben. És teljesedik Jézusnak a jóslata, hogy, hogy Jakab ivott a pohárból. És tanúskodott arról, hogy mit jelent számára az isteni szeretet nem arra szeretnélek most benneteket biztatni ma, hogy, hogy rátok is ez a sors vár, de egy dolog biztos, hogy, hogy az életed minden napján tanúsíthatod ezt az Isteni szeretetet, mert erre lettél kiválasztva. Azt mondja Péter a levelében, hogy egymást megfeszítetten szeressétek. És mint tudjuk, ez nem arról szól, hogy úgy szeretem a másikat, hogy megfeszítem, hanem úgy, hogy képes vagyok minden áldozatot meghozni azért, hogy azt a szeretetet, amit Isten belémplantált, azt továbbadjam a számára. Azt mondja Jézus, hogy aki a legnagyobb akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a rabszolgája. Van az a híres párbeszéd, amikor, amikor Péter úgy érzi, hogy bár Jézus őt is kiválasztotta, ezt a választást ő elbukta, ezt ő elrontotta, és ezért inkább visszamegy halászni. És Jézus másodszor is meglátogatja őt ott a galileai tenger partján, másodszor is megteszi a nagy halfogásnak a csodáját az életében, és azt olvassuk a János 21-ben, hogy ezt mondja Jézus Péternek, amikor van ez a nagy rendezős beszélgetés, hogy bizony-bizony azt mondom neked, mikor fiatalabb voltál, te fel magadat, és oda mentél, ahova akartál. De ha megöregszel, kinyújtod majd a kezedet, más övesz fel téged, és oda mindj, ahova nem akarsz. Ez pedig azért mondta, hogy jelképesen jelezze, micsoda halállal, fog Isten, micsoda halállal fogja Isten megdicsőíteni. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, „Köves engem. Nyilván kétségtelen, hogy Arról szól ez a párbeszéd, hogy Jézus már előre jelezte Péternek, hogy mire lesz majd később az élete végén. Hogy amire nem volt képes ott a megfeszítés előtti napokban, és megtagadta Jézust, arra majd az élete végén képes lesz. És hogy vértanú halált fog halni Jézusért. De van ebben egy másik üzenet is. Péter, amíg fiatal volt, azt gondolta, hogy együtt dübörgünk Jézussal és hogy Jézusnak csak szólok, és jön velem, és mindent együtt csinálunk. És nagyon sokszor mi is azt éljük meg, hogy annyi jó elképzelésünk van, annyi ötletünk van, annyi mindenbe igyekszünk Jézus bevonni, annyi mindenhez kérjük az ő felhatalmazását, hogy gyere velünk. És ő jön, egyébként ő ott van. De ahogy változik az életünk, és ahogy egyre több időt eltöltünk Jézus Krisztus mellett, rájövünk arra, hogy hogy bár egy darabig mi öveztük föl magunkat, és oda mentünk, ahova mi akartunk, de eljönnek azok az idők az életünkbe, amikor egyszerűen csak hagyjuk, hogy Jézus felövezzen bennünket, és ő vigyen bennünket oda, ahova akar. És amikor eljutsz erre a pillanatra, akkor már, akkor már, akkor már nem magadban bízol, hanem ő benne bízol. Van egy nagybátyám, aki misszionárius, és nagyon sokat jár olyan területekre is, ahol élet az evangéliumot hirdetni. És egyszer, amikor beszélgettünk, akkor azt mondta nekem, hogy fiatalon én is azt gondoltam, hogy, hogy tesszük a dolgunkat, és Jézus jön velünk. És volt olyan időszak, amikor azt gondoltam, hogy Jézus megteszi azt, ami az övé, és mi is megtesszük a mi részünket a dolgokban. És azt mondta, így idősen, most már 70 évesen, hogy, hogy, az még nem idős, tehát a 70 év, szóval így fiatalon 70 évesen, de sok év tapasztalattal a hátam mögött, hogy, hogy, hogy az van, amit Jézus csinál. És mi megyünk utána, és mi megyünk vele. És csak oda tartjuk a kezünket, és hagyjuk, hogy ő felövezzen, mert az a legnagyobb közöttetek, az legyen a legnagyobb közöttetek, aki a rabszolgátokká válik, mondja Jézus. És szeretnék egy utolsó példát még említeni nektek, hogy hogyan, működik, és hogyan is működik ez a mag, ami, ami el van vetve az életünkben. És az az önfeláldozó krisztusi szeretet, amit Jézus vetett az életünkben, hogyan terem gyümölcsé. Sokat beszéltünk Istvánnak a példájáról az elmúlt időszakban, és szeretném csak egy tényre fölhívni a figyelmeteket, abból a jelenetből, amikor ő végül vértanú halált hal. Azt olvassuk, hogy az apostolok cselekedeteinek a hetedik részében, hogy Jézus követése miatt és a Jézusba vetett hite miatt Istvánt bíróság elé citálják, és elmond egy hosszú védőbeszédet, Tudjuk, hogy ennek a vége aztán kövezés lesz, és van egy olyan pillanat, az Abcsel 7.55-ben olvassuk ezt, hogy István azonban szent szellemmel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt. Íbe látom az eget megnyilva, és az ember fiát, amint az Isten jobbja felől áll. Uh nagyon meglepő ez, hiszen egészen eddig ugye úgy tudtuk, hogy Jézus fölment és leült az atyának a jobbjára. És hogy ott ül szépen nyugalomba, mint aki jól végezte dolgát, minden el rendezve, ott ül az Atya Istennek a jobbján. De nézzétek meg ezt az igét, hát azt hittem, hogy a véletlennek köszönhető ez, vagy valami elírás, de nem, mert kétszer is mondja az ige. Azt olvassuk, hogy ő azonban szentélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Látja, hogy Jézus ott áll az atya mellett. Utána meg is fogalmazza ezt, és azt mondja, hogy ekkor így szólt, íme látom az eget megnyilva, és az ember fiát, amint az Isten jobbja felől áll. Hogy lehet az, hogy Jézus Krisztus állt? Tudom vannak, akik azt mondják, hogy az a tett, amit István véghez vitt, ez arra készszerítette Jézus, hogy fölálljon, hogy állva ünnepelje Istvánt, hogy fölálljon, hogy jobban lássa azt, hogy mi történik most. És tudjátok, ahogy úgy megelevenedett ez a kép a szemeim előtt, ahogy István várja azt, hogy mindjárt lesújtanak rá a kövek, és egyszerűen egy fantasztikus látomásban van része, és látja az Atya Istennek a dicsőségét, és látja azt, ahogyan Jézus ott föláll. Az a kép elevenedett megelőttem, hogy Jézus föláll, és azt mondja Istvánnak, hogy van itt hely mellettem a trónon. Tessék helyet foglalni. Hogy megcsináltad. Hogy megcsináltuk. Hogy véghez vittük. Amikor a Krisztus himnusz elhangzik a Filipi levélben, azt mondja Jézusról ott az ige, hogy, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy Istenne legyen lő, hanem fölvett egy szolgai formát, megalázta magát, engedelmeskedett, és akkor is engedelmeskedett, hogyha ezért meg kellett halnia. De mivel ezt véghez vitte, adományozott neki az Úr egy olyan nevet, ami minden név felett való, amely névelőtt meghajol minden térd, a menjen a földön és a föld alatt. És akkor, amikor Jézus fölállt ott akkor nekem az a meggyőződésem, hogy oda mutatott a trónra, és azt mondta, hogy István, célba értél. István, végigcsináltuk. Látod, bontam, ott van a mag benned, képes vagy rá. Meg tudod csinálni. Én teljes szívemből bízom abba, hogy ilyen kihívások elé nem fog bennünket állítani az örökkévaló. Nekem még nem szólt az úr, mint Péternek, hogy milyen halállal kell megdicsőítenem őt. Úgyhogy bízom benne valahol a szívem mélyén, hogy ez nem is fog megtörténni. De amit Isten eldöntött felőled, arra ő képesse is tesz téged, hogy végig fogod csinálni. Úgyhogy ne becsüld le annak a tényét, hogy Jézus kiválasztott téged. És lehet, hogy sok mindent elrontottál. Lehet, hogy vannak kudarcok az életedben. Lehet, hogy vannak olyan események, amikre nem számítottál, amivel nem kalkuláltál, amik úgy érzed, hogy diszkvalifikáltak téged. De Jézus a választását nem bánta meg. És az, hogy választott téged, ez azt is jelenti, hogy bízik benned, hogy hisz benned. Azt is jelenti, hogy rendelkezett felőled, hogy elkülönített téged a saját céljaira, és ez azt is jelenti, hogy, hogy parancsolt felőled. És az ő parancsa nem fog meghűsülni az életedben. Úgyhogy arra hívlak ma benneteket, hogy ahogy itt az Úrnak a jelenlétében vagyunk, és imádjuk őt, engedd azt, hogy a Szent Szellem újból hitre jutasson téged abban, hogy téged Jézus választott. Hogy kiválasztott vagy. Hogy Istennek van célja az életeddel, van terve veled. Kérlek titeket, hogy álljunk föl, fogunk most imádkozni, és utána fogjuk még dicsérni az Urat. Halleluja! Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy választott nemzet lehetünk, királyi papság, szent nemzet, választott nép. Köszönöm azt, hogy kiválasztottál bennünket arra, hogy a tulajdonodba vegyél bennünket, hogy megvásárolj bennünket a magad számára. Köszönöm azt, hogy láttad bennünk az értéket, Köszönöm azt, hogy te az örök tervedben határoztál felőlünk, és köszönöm azt, hogy eljöhetett az a pillanat az életünkben, amikor fölismertük ennek a választásnak a tényét. Köszönjük azt, hogy, hogy ebben a választásban nagyon-nagyon sok minden benne van. Köszönöm azt, hogy ez egy igazán izgalmas élet. Köszönöm azt, hogy kimozdítottál bennünket. Köszönöm azt, hogy összönzöl bennünket arra, hogy a te terved végbe menjen az életünkbe, hogy megcsináljuk, hogy végigvigyük, hogy véghez vigyük. Köszönöm neked, hogy arra rendeltél engem is, és mindannyiunkat, hogy gyümölcsöket teremjünk. Arra rendeltél bennünket, hogy a gyümölcseink maradandóak legyenek. Köszönöm azt, hogy arra rendeltél bennünket, hogy az imáink meg legyenek hallgatva. És Uram, köszönöm, hogy figyelsz ránk, hogy meghallgatsz bennünket. Köszönöm azt, hogy nem kell fölhoznunk magunkat arra a szintre, hogy az imáink működjenek. Köszönöm, hogy használod az imáinkat. Köszönöm, hogy te inspirálsz bennünket. Köszönöm azt, hogy nagyon-nagyon szeretsz bennünket. És köszönöm azt, hogy az, amit te elterveztél, az megvalósul. És köszönöm azt, hogy ezt nem tudjuk elrontani. Köszönöm, hogy ezt nem tudjuk megakadályozni. És atyám, neked adjuk ezért a dicsőséget. És várjuk is azt, hogy a Te terved, a Te akaratod véghez menjen az életünkbe. Tudjuk, hogy így lesz, és Uram, nagyon szeretünk Téged, és imádunk Téged teljes szívünkből. Amen.